Mi sem könnyebb, mint gyereket nevelni. Csak el kell döntened, hogy a rázúduló baráti tanácsok, szakirodalom, social media tanácsadók és nevelési kócsok egymillió egymástak ellentmondó ajánlása közül melyiket szeretnéd betartani, és meg is vagy. De azért segítünk egy kicsit válogatni. Itt van hát 10 szabály a gyerekneveléshez. Első szabály. Válasz egyedi nevet. Manapság már olyan nehéz kitűnni egy gyerkősznek, hogy nagyon fontos, hogy már a névválasztásnál valami egyedit válasz, ahogy senki más nem hívnak. Zalánka, kisfiam, gyere légy szíves, el kell indulnunk a foci edzésre, utána a lovaglásra, és csak aztán jön át Zétény meg Noel, jó? Vérbulcsú, kisfiam! Megmondtam már, hogy itt a játszótérre nem szabad hátrafele nyilazni, csak otthon, tudod? Mira Róza, kislányom, gyere, megjöttek a barátnőid! Hanna Róza, Blanka Róza és Panna Róza! Ifjabb kis János, ötödik ezen a néven! Ne kell 3-ig számolnom, fogy a türelmem, kisfiam! Második szabály, ne hasonlítgasd a többi gyerekhez. A te gyereked egy egyéniség, nem kell, hogy másokkal mérd őt össze. Apa, nem csak én kaptam beírás, hanem Marci és Noel is. Engem nem érdekel, hogy más gyereke mit csinál. Mars a szobádba is gondolkozzál el! Kivéve, ha ez nevelési szándékkal történik. Megkérdezhetem, hogy mi az az egyes az enaplóban? Nem volt időm megcsinálni. Nem volt időd? Érdekes, most beszéltem Mira Róza anyukájával, és azt mondta, hogy neki ötös lett, pedig ő heti 3-szor jár lovagolni. Valahogy neki belefért az idejébe. Jól felfogott, nemi szerepek. Egy fiú legyen fiú, egy lány pedig lány. És ezt magzatkoruktól beléjük kell nevelni, még ha a világ foggal körömmel tiltakozik elleme. Akkor is. Kislányom, hagyd már ezt a focizást, nem női műfaj. Nem akarsz inkább sütni valamit a konyhácskádba? Vagy felsöpörni játékiból? Akkor adj egy puszit. Fiam, hagyd már abba a játékot a húgod barbiaival. Játsszál valami értelmesen, különben itt megpozulsz nekem. Ha nem posztolsz, az olyan, mintha nem is lenne gyereked. Igyekezz minél több képet megosztani a Facebookon, azon ismerőseiddel és barátokkal, akiknek általában már a nevére sem emlékszel, hiszen alig várják, hogy feltölts valamit végre a babádról. És, ha már itt vagy, ne felejts el megosztani fürdőkádas képeket lehetőleg mesztelenül is, gondolván egy kicsit a pedofilokra is. Ha már pedofilok! Azt minden gyerek tudja, hogy nem szabad idegen bácsitól cukorkát elfogadni, és nem szabad senkinek engedni, hogy illetlen helyeken nyúlkáljon. Na de mi a helyzet azokkal, akik a digitális mancsaikkal próbálnak illetlen helyen nyúlkálni? Nem szabad elfelejteni az online adatbiztonságot. Erre jó a VPN, ami elrejti az IP címedet úgy, hogy kicseréli egy másikkal. És ha már VPN szolgáltatót keresel, a Surfsharknál tovább ne is menjetek. A Surfshark VPN nem csak maximális biztonságot nyújt az online böngészéshez, de a keresési előzményeid, a letöltéseid és a lokációt sem lesz hozzád köthető. A biztonság mellett pedig számos olyan funkciója van, ami megkönnyíti az életedet. Olcsóbb a repülőjegy és szállásfoglalás is. Hozzáférés a teljes streaming adatbázishoz bárhol. És az nem lenne elég. A Surfshark van alternatív személyiség, segít megőrizni a személyiségedet az online térben, és megvédi az e-mail fiókodat a spamektől és az adathalászoktól. És aki már régóta követi a csatornát, tudja, hogy a videó leírásában található kuponkódunkkal 3 ingyenes hónapot is kap. De most már nem csak 3 hónap jár, hanem 4! Mindent a maga idejében. Nem attól leszel jobb szülő, hogy a gyereked mindenki másinál hamarabb éri el a fejlődési mérföldkövét. Mondjuk utolsónak se jó lenni. Képzeld el, 3 napja fölült. Nagyon durva. Tényleg? Aha. És hány hónapos? 9. 9? Akkor ilyenkor már nem mászni kéne? Csak mert a mi fiunk Ábel, ő már ilyenkor bőven túl volt rajta csak. Aha, igen, Ábelke? Ő már 3 éves, ugye? Igen, igen. Szobatiszta már? Nem. Hatodik szabály. Igyál bort és prédikálj vizet. A gyerek egy tökéletes lehetőség, hogy helyrehozd a saját hibáidat. Meg ne halljam még egyszer, hogy cigit lopsz tőlem. Ez egy undorító, káros szokás, amiben bele is halhatsz. Hány embernek kell még a családban meghalni tüdőrákba ahhoz, hogy eljusson a tudatodig? Nézd már a szemedbe! Hetedik szabály. Amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörtnek. Ergo, nem kell mindent megindokolni. Te vagy a szülő, te egész egyszerűen jobban tudod. De már én leszek az utolsó, akinek nem lesz! Engem ez nem érdekel! Amíg az én házamban laksz, az én kenyeremet eszek, addig az lesz, amit én mondok. De miért? Azért, mert az apád vagyok, és azt mondtam. Na marsz a szobádba, és gondolkozz el, hogy mit csinálsz, jó? És te csapkodd az ajtót! Nyolcadik szabály. A gyereked legyen mindig a téma. Onnantól kezdve, hogy szülővé válsz, az életed így is úgy is a gyereked körül fog forogni. És nagyon fontos, hogy mindenki más élete is forogjon a te gyereked körül. Hát szóval vágott.
leépítések lesznek, és úgy néz ki, hogy a gazdasági helyzet miatt ez rám is vonatkozik. Várj, mutattam ezt a képet Mira Rózáról, hogy így eszik? Igen, elküldted ma a másik 15-tel együtt. Ja, nem tudok betelni vele. Szóval mi van a gazdasági, mivel? Már semmi, csak hogy jövő héttől úgy néz ki, hogy az én szerződésemet se hosszabbítják meg. Ó, basszus, nem el, sajnálom. De figyelj fel a fejjel! Ez ugyanolyan, mint amikor mi próbáltunk Billybe kakilni. Hónapokig nem ment, aztán csak összejött, és végre most már hetek óta Billybe kakilunk. Úgyhogy csak bízni kell magadban. Menni fog az. Figyelj, nem akarok magaslóról beszélni, de ha gyereknevelés megy, akkor minden más menni fog. Az anyósodnak és anyádnak mindig igaza van. Még akkor is, ha ellentmondanak egymásnak. Szóltam már neked, hogy adjatok annak a gyereknek egy szumét. Hát nyugodtan tudna aludni tőle. A gyerek meg akar fulladni mindjárt, hát megakadt a tarkán, mit csináltok vele? Legújabb őrület, ez a BLMV vagy BMW vagy mi a manomár, hát kell minden őrültséget előszedni. Adj gyereknevelési tanácsokat! Most, hogy szülő lettél, segíts a másik szülőkön! Adj nekik tanácsokat a nevelésről, hidd el, nagyon-nagyon-nagyon hálásak lesznek érte. Jaj, asszonyom, vigyázzon a gerincére annak a gyereknek! Jaj. Jaj, de cuki baba! De hát miért nem előre köti? Így nem lehet semmit. Hát de az nem jó a csípőjének. Nem jó a csípőjének? Hát kenguru azért van. De minket is úgy nevelt fel anyánk, aztán veled belőlünk. Fiú? Hát akkor lehetne valami kicsit fiúsabb ruha. Kéket adjon rá, az jobb. Sziasztok, ő a kis Aladár. Nagyon cuki, és látom, jön is már a következő. Nem. Nem? Miért nem? Nem szabad sokat várni. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, vagy iratkozz fel! Ha nagyon tetszett, legyél YouTube csatornatag, vagy támogasd a munkánkat a Donablin! Köszönjük a Surfsharknak, hogy támogatta ezt a videót! Használd a Palóc Videótéka kódot, és szerezd további 4 ingyenes hónapot a leírásban található linken!